Rajban gazdag, jó reggelt! Ez a Kripto Kako, a kriptoakadémia.com napindító műsor. Én vagyok. Csapjunk bele, hogy a kalapálást, fúrást és egyöveket hallotok, akkor azért van, mert a szemközt lévő házban felújítanak egy lakást, és ugye a szokásos 8 órai kezdés helyett már általában fél 8 körül ez megy, úgyhogy emiatt nem vagyok boldog, de ami sokkal fontosabb, hogy egészen jó nap volt a hagyományos piacokon a legutóbbi kereskedési napon, de ami nekünk sokkal fontosabb, hogy per pillanat, vagyis péntek reggel 8 óra 20-kor 30.700-nál jár a BTC, de a mai nap jártunk már 31 fölött is. Igen, 31.219, ha jól látom, pontosabban 31.255. Mert rosszul láttam az imént, tehát 31255, ez az eddigi napi rekord, amikor valamikor 7 óra körül sikerült elérni. Tehát azért vannak-vannak meglódulások, és ez mindenképp szép, úgyhogy reménykedhetünk, hogy sikerül tartósan is 30 fölött maradni. Tudjátok a 30 at most már el kell felejtenünk, tehát ezt most már meg kellene haladnunk. Ez ugyanolyan, amikor elérünk egy szép sikert, abban nem ülhetünk bele, az oké, hogy egy-két napig iszunk, meg ünnepeljük magunkat, de utána a következő feladatra kell koncentrálni, és ez a bitcoin árfolyammal is pontosan így van. Pi Cycle indikátor, sokat foglalkoztunk már ezzel, én hiszek benne, mármint a hasznosságában, Mégpedig azért, mert az elmúlt 10 éves tapasztalat során e, azt látjuk, hogy igenis meg tudja mutatni mind a csúcsokat, mind az ajpontokat. 111 napos mozgó átlag, amit narancsal jelöl, és a 350 napos mozgó átlag kétszerese, amit pedig zölddel jelöl. Minél nagyobb a hasa a kettő együttesének, minél inkább széttart annál inkább le van ülve a piac, tehát valószínűleg akkor vagyunk az ajpontjánál, mélypontjánál, minél jobban közeledik egymáshoz ez a kettő, és szűkül a hasa, annál inkább az emelkedő szakaszba került a BTC. És amikor keresztezi az, keresztezik egymást, és itt jön a lényeg, akkor vagyunk a csúcson, vagy legalábbis a csúcs már nem sokára következik. Ezek az indikátorok nem tudnak svájci óra pontossággal működni, egyik sem, de azért jó közelítést adhatnak. Egy szó, mint száz az elmúlt hónapok során megindult a közeledés, tehát most már azért azt látjuk, hogy minthogyha elindult volna egymás felé a zöld és a narancs grafikon, vagyis a 111 napos mozgó átlag és a 350 napos mozgó átlag kétszerese, és ez jó jel. Persze ettől még bármi megtörténhet, de ez az egy indikátor per pillanat, mintha arra utalna, hogy az emelkedő szakasz elején vagyunk, aztán meglátjuk, mennyire lesz, egy, lesz ez így. Beszéltem a héten többször is arról, hogy az USA gazdasága jobban alakul, mint sok elemző várta, és ez olyannyira igaz, hogy az első negyedév, tehát 23 első negyedévében a jósolt 1,3% helyett 2%-os volt a GDP növekedése. Úgy tűnik, hogy az USA-ban mind az infláció lefelé tendál, rendszerűen tavaly nyár közepe óta, és a GDP is jobban alakul. A foglalkoztatottság adatok is jól alakulnak. Bár állítólag van egy 2010 óta nem látott értéken lévő csődhullám, céges csődhullám, ez kevésbé bíztató, de több olyan uh, meghatározó mutatót látunk az USA gazdaságát illetően, ami jó irányba mutat, mint olyat, ami a rossz irányba mutatna. Márpedig a világ vezető gazdaságának jó irányba kell mennie ahhoz, hogy az egész világgazdaság jó irányba tartson. Ez szinte biztos. Na és akkor kép FTX, FTX még mindig. Többen mondták az elmúlt hónapok során, hogy lépjek túl azon, hogy buktam az FTX-en, és ne foglalkozzak már ennyit ezzel a témával, de mindig elmondom, hogy nekem nem volt, hála Istennek, nem volt pénzem az FTX-en, semmi, még csak FTX regisztrációm se volt, én magam sose használtam, más tőzsdéket használok, Úgyhogy ezt én pusztán a szerencsének köszönhetően megúztam, és nem azért foglalkozom vele újra és újra, mert ez engem bánt személyesen, hanem azért, mert újságíróként úgy ítélem meg, hogy ennek jelentősége van, ha másért nem, akkor azért, mert tényszerűen tudom, hogy Magyarországról is millió dolláros nagyságrendben voltak bukták az FTX-nek köszönhetően, és még nem kaptátok vissza a pénzeteket, úgyhogy ezért is számolunk be róla. A mai nem a kártérítésről fog szólni, hanem a drámáról, a dráma eskalációjáról. Ugyanis képzeljétek el, hogy volt egy vezető ügyvéd, aki Daniel Friedbergnek hívtak. Hát ugye Sam Bankman Friedman mellett egy Friedberg nevű ember is szerepet játszott az FTX-ben, és állítólag ő volt a probléma megoldó, tehát ő volt a wolf a ponyvaregényből, aki táskányi pénzekkel ment és megoldotta, hogyha valakit el kellett hallgattatni, vagy egyéb problémák voltak. És azért is várom nagyon a filmadaptációt, mert elképesztő az, hogy hogyan eszkalálódik a dráma. Most például ezt a Friedberget perlibe maga az FTX, mondván, hogy valójában ő okozta a problémákat, illetve még egy nagyon fontos adalék, hogy Friedberg úrnak aki amúgy szintén ügyvéd, rendszeres gyakorlata volt az, hogyha egy alkalmazott felszólalt a cégen belüli visszaélések és visszásságok ellen, akkor elmentek ahhoz az ügyvédírodához, irodához, aki ezt az alkalmazottat képviselte, és egy olyan ajánlatot tettek nekik, amit nem lehetett visszautasítani, így nyerték meg maguknak ezt a kis csatát is. Kvázi. Tehát olyan istentelen mennyiségű pénzek röpködtek jobbra-balra, hogy még ez sem okozott problémát. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz a filmadaptáció, legalábbis reméljük, hogy sikerül ebből majd egy jó filmet csinálni. Az, hogy lesz belőle film, az egészen biztos, mert elképesztő az egész. Mindenképp iratkozzatok föl, nyomjátok meg a kis csengőt, csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz, kövessetek a TikTokon is, és találkozunk hétfőn legkésőbb a napindító műsorunkban, a Kripto Kakaóban.